Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság 12. fordulójában több komoly csatát is játszottak a csapatok. Ezek közül az egyik az a mérkőzés volt, ahol a jelenlegi második és harmadik helyezett lépett pályára. Következzen a C+V Mercurius Tours összecsapás. A 12. fordulóban két az élbolyhoz tartozó együttes csap össze a C+V, a bajnoki címvédő, tehát a Mercurius Tours ellen. Bordó mezben, fehér nadrágban a C+V balról jobbra támad, a képernyőn még ellentétes irányban, narancssárga trikóban a Mercurius Tours. Szalai ível rögtön Mayer felé, nem tudta azonban középre fejelni a labdát, kint volt már a játékszer az oldalvonalon túl, így a Mercurius lendülhet támadásba, ők vezethetik most az első akciójukat. A C+V együttesében némi változás történt, hisz a kaput a megszokottól eltérően nem Disznó Péter, hanem Baronics Attila védi. A Mercurius Tours pedig most meglehetősen vékonyan állt fel, hiszen cserejátékos nélkül léptek pályára ezen a találkozón. Szalai. Mayer. Ott egy nagy lövés és Revelant hárít. Az első percben tehát már is helyzet. Horváth Ferenc kanyarítja a szögletet, át a túloldalra Mayernek, aki kapás lövése után bosszankodik, hiszen elkerülte labdája a kaput. Ami fent maradt az úgymond függöny karnis tetején. Na persze nem egy sima otthoni függöny karnist képzeljenek el, hiszen itt a sportcsarnokban azért meglehetősen magas a karnis teteje, így a labdát is majd némi nehézségek árán tudják majd visszaszerezni a játékosok, de hát ez megszokott már itt a Köfény sportcsarnokban. Hozzá tartozik az itteni légkörhöz, az itteni játékhoz. Baronics, Horváth Zoltán, szépen tovább, Szalai egyből be középre, Horváth Ferenc azonban lekésett a passzról. Szalai előzte meg most a Mercurius támadóját, a lövés azonban elkerülte a kaput. Is. Béres. Béres. Varga. Nagy lövés, Baronicsnak kellett hárítani a Szalai fedezi jól a labdát. Szalai Csaba tartja, aztán vékony beszél el tőle, szabálytalan volt. Ott Sándor végzi majd el a szabadrúgást. A mérkőzés 4. percében. Szalai Csaba. Horváth Ferenc. Próbálta visszaemelni. Béres. Vékony. Veszélytelen. Ott
Kelly felé. Oldalálló. Béres. Vékony. Béres. Kocsis. Szalai Csaba dobta haza a labdát. Mindkét gárda az utóbbi fordulóban remekel, mind a Mercurius, mind pedig a C plusz V. A 8. forduló óta megerősödtek a gárdák, és azóta aratják a győzelmeket. Legutóbb például a C plusz V 7-4-re verte a Sünit. Közben Szalai lőtt messze a kapu fölé. A Mercuriustól 6-4-re verte a Fedél Kft-t. Vékony. Varga. Vékony kapja vissza. Fölé. A bajnokságban a C plusz V jelenleg a második, a Mercurius plusz pedig a negyedik, illetve a harmadik elnézést. Ugyanannyi pontjuk van, mint két gárdának, 7 győzelme és 3 veresége. 21-21 ponttal állnak. Mayer, Horváth Ferenc, Szalai. Ferenc bedobása, pott fejjel csúszta a kapu mellé. Ezt a C plusz V nagyon tudja. Pott Sándor remekül fejjel, nagyon veszélyes a kapura. És általában minden csapatnak, csapat ellen szereznek egy ilyen gólt. Most elkerülte a kaput a fejes vékony emelése. Fölé. Baron is érkezett egy könnyelműen kapujából. Nyolcadik perc, 0-0 a mérkőzés állása. Mayer, Horváth, Horváth Zoltán, ez is fölé. Nem igazán tudják elterelni a kapukat a játékosok, egyik oldalon sem. Szalai Csaba szerez labdát, ott, szépen sarokkal tovább, Horváth Zoltán. Béres volt, határozott. Éres. Mellé. Nem volt rossz a lövés, azonban az irányzék egy picit pontatlan volt. Mayer. Horváth. És Reveland keze elől még a Horváth Zoltán belepiszkált a labdába. Így a Mercurius hálóőre nem tudta birtokba venni azt. Horváth Ferenc bedobása. Szöglet. Vargáról ment ki a labda. Nem volt kint. A játékvezető lábáról pattant vissza a labda. Először tovább engedték a játékot, aztán pedig a Mercurius hozhatja a játékba a labdát. Szabadrúgás révén. Vékony.
Béres nagy lövés és Szalai Csaba tette bele a lábát. Így változtatott iránt a játékszer. Baronics. Nagy kidobás. Egészen át a túlsó kapuig Revelanthoz. Béres. Varga. Fölé is, mellé is. Ott. Horváth Zoltán. Ott. A csípőszvé dobhatja be a labdát. Kocsis emelte ki. Vékony. Ellőtte távolról Vékony Tamás. El is kerülte a kaput labdája. Pofont Béresnek. Merkurius szabadrúgás. Vékony. Túl kombinálta. Csépviszvének, hiszen egy, még egyik labda sem jutott el Horváth Ferencig, aki a 6-os és a 9-es vonal között várja általában a labdákat. Ott. Horváthról ment ki. Vékony, egy kötényt oszt ki. Szalai. Béres lépett közbe. Kocsis. Béres. Varga. Baronics. Szöglet. Baronics húzta le Béres szögletét. Horváth fejjel. Aztán pedig mutatja a kapusának, hogy hova kiéri a labdát legközelebb. Béres. Béres még mindig keresi a társat, aki megadhatná. Kocsis. Borga. Horváth Zoltán küzdött a labdáért szabálytalanul. Varga. Béres indul meg, ott húzza vissza. Szalai. Hogyha bedobás akar, viszont a Merkuri szavára így is van, hiszen Klotz Sándor beleért.
Szalai. Horváth Ferenc. Kocsis Szalaira rúgta rá. Zoltánnal ez most nem jött be. Varga Baromics. Béres. Szalai próbálta megállítani, nem sikerült, ott javított. És szögletett a dologból, hogy Sándor rárúgta Béresre a labdát. Horváth Ferenc végzi el a szögletet a 16. percben. Aztán pedig érkezik a bedobáshoz a túloldalra. Pott fölé. Szalai volt szabálytalan, aztán pedig reklamál, a játék vezető nyugalomra inti őt. A játék vezető közli, hogy csak sípszóra lehet elvégezni a szabadrúgást. Véres lépte rá, levágódott Horváth Zoltánról, aztán pedig Szalai rúgta fel a jobb szülem megiramodni kezdő Vargát. Kisebb szóváltás. Béres. Kocsis nagy lövés a kapufa, és Baromics segítségével hagyja a labda a játékteret az alapvonalon túl, szögletet a dologból. Béres. Ott volt szabálytalan. Béres esett nagyot. Varga. Májer adja haza. Horváth Zoltán. Ott. Májer zárkózik fel. Szalai, Revelant. Horváth Ferenc szöglete ismét. 19. percben járunk, ott nem tudta megtartani a labdát, hiszen Varga és Béres zárták össze. Mint egy olló. Így körülbelül 10 méterről jár a szabadrúgás a csípő szőjelmára. A labda mögött pedig Szalai Csaba és Májer. Májer most már elmegy onnan. Így Szalai végzi majd el a pontrúgást, rá is lövi a sorfalról, vágódik le. Egy újabb bedobás, és Horváth Ferenc minden bizonnyal megint csak Pott Sándor fejét fogja keresni. Májer lövi rá, és ott az első gól. Megpattant egy lábon Májer lövése. És ez zavarta meg Revelant kapust. A 20. percben tehát megszerzi a vezetést a Csépluszvé.
1-0. Varga, Kocsis, Reveland, Véres, Varga, jó volt a váltás, Horváth Zoltán szerelt becsúszva, egy fejes és Baronics veszi birtokba a játékszert. Szalai csúsztat, és bizony nem volt veszélytelen. A kapu tetejére pattant a labda. Véres. Ketten van a szemben, Varga. Véres. Két védő, viaskodott a labdája. Aztán végül is a sípmesterek vetettek véget a küzdelemnek. A Csé pluszvé végeztetett el szabadrúgást. Ott ide előre. Horváth Szalai, szép játék volt. Ott ívelte előre. Horváth Zoltán mellé letette Szalai Csaba elé a labdát, aki kapásból lőtt. Azonban a labda elkerült a Mercurius kapuját. Vékony. Véres. Varga jól tette tovább, aztán Grácer mentett. Horváth Ferenc helyére állt be Grácer. Ott fejeli ki, Horváth Zoltán szolidíti meg. Kocsis lépett közbe. Újabb bedobás a Bordó mezeseknek. Baronics. Ott. Vékony. Kocsis. Vékony. Varga. Mellé. Ismét Revelandé Baronics kirúgása. Béres. Ott szerelte. Béres. Vékony. Kocsis. Varga vitte tovább. Szalai lépett közbe. 24. perc. 1-0-ás csípőszé vezetés. Rácer fejjel. Baronics. Erős kidobása. Nem volt hatékony. Kocsis. Véres. Szabadrúgás a Mercurius számára. Véres.
Béres lövi kapura, pontosabban a kapu mellé, és ez volt az utolsó momentuma az első félidőnek. Maier a 20. percben lőtt góljával, tehát 1-0-ra vezet a Cseh plusz. A Merkurius plusz kezdi a második félidőt. 1-0-as Cseh plusz vezetésnél. Fogta meg Horváth Zoltán. Vezeti át a szabad rúgása Merkuriusnak. Vékony. Vékony Tamás. Revel. Béles. Baronics elesik, és bedobás lett a dologból. Vékony fejjel mellé. Szerint. Ja, Merkuriusz dobhatott. Vékony. Szalai szerelte. Szöglet. Béres. Vékony. Még mindig nála a labda a hatoson belül, aztán most már Horváth Zoltán szerelte. Gráncer indul meg, Gráncer még, és Kocsis lépett ki jól. Béres. Béres dobja el a kapu mellé. Kirúgása. Revel Andi. Választja. Pedig előre dobja a labdát Horváth Zoltán. Gráczert rántották meg. Szabad rúgás. Ismét egy nagy lehetőség. 9 méterre a kaputól. Szalai biztatják, hogy vállalja el a lövést. Ő nem ezt tette, de jobb lett volna. Ebből rögtön kontrázik a Merkurius. Azonban még vissza tudott zárni a Cseh plusz V. Béres. Ott a lehetőség, és Baronics az utolsó pillanatban lábbal hárított. Vékony. Béres. Maier. Béres. Nem szigált a Maier mezét, aztán reklamál. A Cseh plusz V kispadja pedig adja tanácsokat a mérkőzés játékvezetőjének, hogy
két percen ki kellene küldeni reklamálásért az ellenfél játékosát. 5 percen ez már az ő oldalukon is előfordult. Baroncs kirúgása. Szó szerint kirúgás, hiszen a pályát is elhagyta a labda. Szalai előtt esett a Bírás Zoltán. A bírók szerint azonban nem történt szabálytalanság. Kettedik perc, egy nyomás, C plusz vezetés. Vékony. Jó volt a váltás, Vékony. Maier. Lehet, hogy ott már lövésre kellett volna vállalkozni a Vékony Tamásnak, ő inkább egyel tovább passzolta. És hát ez volt a veszte a támadásnak. Véres, szép gól. Varga belőbása után Béres lőtte egyből a labdát, kapura ballal, és Baroncs pedig nem ért le a földre, nem tudta hárítani a lövést. A 32. percben tehát egyenlőtt a Mercurius Tours, a gólszerző pedig Béres Zoltán, 1-1. Maier, Brácer. Horváth Zoltán nem tudott akura lőni, aztán összeütköznek Béressel. A jobb oldalon. Béres. Szalai. Pott. Varga volt szabálytalan. Thank you.
Még mindig tartja a labdát Véres Zoltán, keresi a játékos társokat, várja, hogy mozogjanak, hogy tudja passzolni a labdát. Most azonban nem értették meg egymást. Májer. Ott. Vadászimra próbál fejelni. Nem vette el azonban a labdát. Véres küzdi át a játékosi védőkön. Szalagy érkezik vissza jókor. Aztán jól emeli ki. Varga egyből visszajátsza, és Baranyisnak kellett hárítani a most Véres lövését követően. Szöglet lett a dologból. 36. percben járunk. Egy egyes mérkőzés állás. Mercurius bedobás. Varga. Szalai fejeli ki. Újabb bedobás most a másik oldalról. Véres végzi el. Vékony, merre veszi. Aztán dekázgat egy picit. Véres. Ott lépett ki rá. Véres még vékony. Varga. Kocsis. Varga egy ütemmel lekésett. Ott pedig jól fedezte a labdát. És a csépusz véje a bedobás. Horváth Zoltán vadász kérni, várná, nem kapta a labdát azonban. Véres. Horváth Zoltán érkezett vissza. Májer. Ott. Horváth felé jó a fejes, Reveland fülelte le a labdát. 38. perc, 1-1. Véres a kezére pattan, kifelé jár a szabadrúgás. Májer. Vadász. Horváth. Szalai. Horváth Zoltán nem lőtt el. Vadász próbálkozott, vékonyról vágódott le. Aztán most Vadász Imre bedobással próbálkozhat. Pott fejeli. Szalai levágódik, aztán Pott. Rullózva. Revelant könnyedén szedte fel a labdát. A lecsorgó labdát. Varga. Májer volt szabálytalan, és bizony kecsegtető pozícióból jár szabadrugás most a Mercurius Turciamára. 7 méterre a kaputól a pontrúgás. Varga rendezi játékostársait, hogy ki hova álljon. Ő marad a labda mögött. Béres is ott van még azonban. Varga lövi el, levágódik a sorfalról. Béres ismét el, és a kapufán a felső lécen csaptam a labda. A második félidőben tehát most többet veszélyeztet a Mercurius Tours. Ott. Varga. Szalai. És belefújnak a játékvezetőt. Kifelé jár a szabadrugás. Vadász volt szabálytalan. Varga. Kocsis. Véres. Pott szerelte. Varga. Véres. Varga majd ismét Véres. Szép játék, Baran is repüldve. Elrújtott. Ott.
karba. Szép mozdulat volt, amit Varga bemutatott, azonban nem igazán találta el jól a labdát. Szalai köpte el vékony. És most egy csép plusz és szabadrúgás következhet pillanatokon belül. Szalai Csaba maradott a labda mögött. Ott maradt le. Kereland. Baronics. Először úgy tűnt, hogy megszerzi a labdát, aztán hirtelen mozdulatváltással elengedte maga előtt a labdát. Horváth. Szalai. Merkurius dobás. Vékony. Horváth. Kocsi zárkózik fel. Kapja is. Horváth. Szalainak tovább. Ez nem véres. Túl cifrázták, úgy érzem. Baronics. Mayer. Majd ismét a csíkpuszvél kapusa. Szalai mellett tovább Vadász. Revelandnek kellett hárítania. Varga, a 42. percben járunk. Véres. Mayer vetődött ki. Visszaszerzi a labdát azonban a Mercurius Tours. Véres. Vékony. Pott. Hát a mögé kapta a labdát Mayertől. Így oda a csíkpuszvél lehetőség. Véres. Vékony. Elengedi. Így könnyedén szelik össze a labdát a csíkpuszvél védői. Ott. Szalai. Véres. Varga. Véres. Baronics. Véres szövete. Szalai lépett ki, nem féltette a lábát. Véres, és Szalai voltattam vissza a labba. Szép volt az eserműcsel, a Horváth Zoltán viszi tovább. Kocsi sem érzte megszerelni. Horváth bedobása, ott érkezik, és Varga tisztáz. Zoltán, igen, csak szorongatták a nyakánál fogva. Üres a kapu, Véres, és Mayer valami is tévesztette el kifutását most. Ez meglehetősen veszélyes volt, ez a kirohanás. Aztán Szalai, a szabálytalan játékos. Ott.
volt már a labda. Boronics. A Merkürius javára Horváth Zoltán volt a szabálytalan. Kocsis. Béres. Vadász. Kocsis. Segíteni. Kocsis. Boronics. A kidobás után Szalai fejjel tovább, és Reveland veszi birtokba a labdát. Béres. Szalai akadályozza, ugyanezt teszik ott, és most állítják meg a játékot. Egy újabb Merkurius szabadrúgás. Fordul, Boronics mellett is elviszi, Vékony még középre adja, és Horváth Zoltán szedi össze a labdát. Hát ez most nagy lehetőség volt a Merkurius Bulls előtt. Nem érkezett azonban középen játékostárs kellő gyorsasággal. Így marad az 1-1. Pott, az elvesztett labda után. Béres. Vékony. Varga. Kocsis. Béres. Vékony fejjel középre, Varga. Ő is fejjel próbálkozott. Nem volt erő azonban a fejesben. Baronics könnyedén húzta le. Horváth Zoltán. Ketten őrzi. A csőkúszója van a szabadrúgáshoz. 50. percben 25 másodperc a rendes játékidőből a hátralévő idő. Ott Sándor a labda mögött. Vele szemben pedig Kocsis Balázs, aki az egytagú sorfal megtestesítője. Bors, távoló lövés, és Revenant hárít. Bors első megmozdulása meglehetős veszélyt teremtett.
letelt a rendes játékidő, Bors bedobása, Szalai sarokkal, szöglet, Kocsis érkezett vele, jókor. Talán az utolsó lehetőség a gólszerzésre. Szalai szöglete. Maier lövése, elkerülte a kaput. És vége a találkozónak. Én úgy érzem, igazságos döntetlen született. Maier és Béres góljaival tehát. Csépuszló, Mercurius Tours 1-1. A döntetlennek egyik csapat sem örülhetett igazán. A többi öt mérkőzésből is egy döntetlennel zárult. Ezen a héten a szabadnapos gárda, a Turul Line volt. Következzenek az összefoglalók. Nem akármilyen viadalt hozott a Blue Hét fő és a listavezető Turul Line párharca. Sokáig csak helyzetekig jutottak a csapatok. Az első félidőben a Turul Line megszerezte a vezetést, és előnyét tartani is tudta az első 25 percben. Fordulás után is kiegyenlített volt a játék, ami az eredményben is megmutatkozott, hiszen a Blue Hét fő megsemmisítette a Turul előnyét. A listavezető végül begyötörte a győztes találatot, így a végeredmény 2-1 a Turul Line javára. Az utóbbi időben gyengélkedő klub Fece a kieső helyről menekülő szép hőszederrel csapott össze. Ezen a találkozón a Fecának hosszú idő után végre kijött a lépés. A mérkőzés elején a szép hő még egyenrangú ellenfélnek bizonyult, a végét azonban már nem bírta. A meccset végül a klub Fece nyerte 5-3-ra. A Fedél Kft. Korral összecsapás rögtön egy fedélkapufával kezdődött. Ez a momentum meg is adta a találkozó alaphangját, hiszen szinte végig a fehérmezes Fedél játékosai irányítottak. Az első gólra sem kellett sokat várni, és a Fedél a nyitójáték részben meg sem állt 4-ig. A Korallnak csupán egy szépítő találatra futotta erejéből. Fordulás után továbbra is a Fedél Kft. Együttese veszélyeztetett többet, és növelte is előnyét. A végeredmény 6-1 a Fedél Kft. Javára. Megpróbáltuk megtartani a játékot, kevesebb futásra, inkább többet tegyünk a labdával. Az jobban fekszik nekünk, mint a futás. Továbbra is tartjátok a jó formát? Igen, hát remélem, hogy látszik a játékunkon is, hogy ősszel azért elég kiegyensúlyozott teljesítményünk volt. És hát remélem, hogy szépen lassan, de felfelé megy a teljesítményünk. Küzdeni kell, most jól jön majd a téli szünet, és utána meglátjuk, teljesen széttesően. Ez már az elején a fiúk úgy álltak hozzá, hogy itt mi csak kergetjük majd a labdát, de úgy látszik ez össze is. A mai mérkőzés milyen volt? 2-1-nél még, azt hittem, hogy talpra állunk, de ilyen buta kapus hibák, hátul eladni a labdát már nem lehet. Egyszerűen nem is tudok mást. Önben gratulálok az ellenfélnek. A Cooper SC Süni és barátai találkozó elején még nem igazán volt szándékában az együtteseknek futballozni. A kékmezes Cooper SC aztán megelégelte a csordogáló játékot, s mattolta a Süni ideiglenes hálóőrét. Nem sokkal később az újonc növelte előnyét, és ekkor már a Süni és barátai is többet veszélyeztetett. Még az első félidőben szépítettek a pirosmezesek. A második játék részben a Süni még testi erejét is ellenfelére összpontosítva mindent megtett az egyenlítés érdekében, ám a Cooper hatékonyan őrizte az eredményt, sőt, ismét visszaállította a két gólos Ford. A találkozót végül 4-2-re nyerte a Cooper SC. A mai estére meglehetősen megfogyatkozott a Süni baráti társasága. Ennek tudható be a vereség? Hát lehet, hogyha az egész csapat itt van, akkor is kikapunk. Tehát annyira kiszámíthatatlan a csapat, hogy volt, amikor felálltunk teljes létszámmal, azt hittük, milyen jók leszünk, simán kikaptunk, de volt olyan meccsünk is, amikor hasonlóan álltunk fel, mint ma, és akkor sikerült nyerni. Tehát igazán nem fogható erre, de hosszú távon ez így nem működik. Talán a szezon egyik legrosszabb meccsét játszottuk, de hál' Istennek így is nyertünk. Mivel tudtátok megverni az ellenfelet? Hát talán hamar gólt szereztünk, mégis utána szoros lett a mérkőzés, de szerencsére mindig jókor rúgtuk a gólokat. A tabella negyedik helyén álló Bombon volt a középmezőnybe igyekvő Bádogossal találkozott. A Bombon az elmúlt fordulókban pontokat hullajtott, míg a Bádogos hosszú idő után újra nyerni tudott, így két motivált együttes küzdött a pályán. És ez a küzdelem az első félidőben meglehetősen kiegyenlített volt. Mindkét oldalon sokszor forogtak veszélyben a kapuk, a hálók azonban nem rezdültek. Fordulás után sem változott a játékképe, csupán annyiban, hogy mindkét gárda bevette a másik kapuját. A végeredmény igazságos, 1-1-es döntetlen. Úgy gondolom, hogy az elején volt 3-4 lehetőségünk, nagyon jó védekezett az ellenfél, jól védett a kapusuk. Talán egy kicsit, ha gyorsabban játszunk az elején, akkor előnyt tudtunk volna szerezni,
Ez egy olyan csapat, amelyik ellen, ha nincs egy-két gólos előnyöd, akkor nagyon nehéz mérkőzés van. Úgy gondolom, hogy jól játszott az ellenfél, masszív csapat volt, megérdemelték az egy pontot. Hullámvölgyben van most a bombon? Ne, hát úgy gondolom, hogy most volt 2-3 olyan meccsünk, amit nem tudtunk megnyerni, a múltkori döntetlen és a mostani. Mind a kettő nehéz meccs volt. Ahogy látjuk a tabellát, ketté szakadt a mezőny. Az első 5-6 csapat nagyon elment, nagyon nehéz mérkőzések vannak, kiegyenlített a mezőny. Úgy gondolom, hogy ezek nem meglepetések, jó csapatok összekapják magukat egymás ellen, úgyhogy végre egy olyan bajnokság, ahol 5-6 olyan csapat van, aki esélyes a dobogóra. Nézzük a 12. forduló eredményeit. Blue Hétfő Turulány 1-2, Klubfeca Széphő Szeder 5-3, Fedél Kft. Koral 6-1, Cooper SC Sünés Barátai 4-2, C plusz V Mercurius Tours 1-1, Bombombolt Bádogos 1-1. Szabadnapos a fészeképítők együttese volt. 12 forduló után a tabella következőképpen alakult, a Turulány továbbra is őrzi első helyét 27 ponttal, és az már biztos, hogy ő az őszi bajnok. Második a Fedél Kft. 23-mal és harmadik a C plusz V 22 ponttal. A negyedik helyzet Mercurius Toursnak is 22 pontja van, az ötödik Bombon 21 ponttal rendelkezik. 6. a Blue Hétfő 20-szal, 7. a Klubfeca 15-tel, 8. a Cooper SC 13 ponttal, 9. a Fészeképítők 11 ponttal és 10. a Bádogos szintén 11 ponttal. A kieső pozíciókon Széphő Szeder a 11. 7 ponttal, 12. a Sünés Barátai 7 ponttal és 13. a Koral szintén 7 ponttal. Az 1B-ben és a 12. forduló mérkőzéseit bonyolították a héten, ennek eredményei Fevita Dekebo Elese 6-4, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Poják BT 5-5, Fehérvár Horgászbolt Zöldker 96 Kft. 2-3, Lánkeszköfém 2 Truck Trailer SC 2-6, Maratonsport Shellgáz 5-1, Hungária Taxi Vízművété Transman 5-4, Mástészta Ságépítő RT 4-4. Itt a tabellát a MÁV Gépészet vezeti 30 ponttal, azonban szoros a mező, hiszen második a Maratonsport szintén 30 és harmadik a Fevita ugyancsak 30 ponttal. Negyedik a Poják BT 22 ponttal, ötödik a Truck Trailer 22 ponttal, hatodik a Dekebo Elese, hetedik a Zöldker, nyolcadik a Ságépítő, kilencedik a Vízművété Transman, tizedik a Hungária Taxi, tizenegyedik a Lancaster-köfém, tizenkettedik a Mástészta, 13. a Fehérvár Horgászbolt és 14. a Shell Gáz. Kedves nézőink, ennyi volt mára a kispálya. A jövő héten a 13. fordulóban a Bádogos a Blue Hétfővel, a Mercurius Tours a Cooperrel, a Koral a Csépucével, a Széphő a Bombonnal, a Turul pedig a Fészeképítőkkel találkozik. Egy a 8. fordulóból elmaradt mérkőzést a Fedél, Bádogos is a jövő héten játsszák. Az őszi idény utolsó fordulójának eseményeivel a jövő szombaton jelentkezünk ismét a Fehérvár Televízióban a szokásos időpontban. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Én már a munkatársaim nevűen is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.